Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. A Szent Mise áldozatot ifjabb Szűcs Istvánért, édesapjáért és nagyapjáért és elhunyt férjért mutatom be. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Angyalok jöttek, új hírt hoztak Betlehembe. Kyrie eleison. Kriste eleison. Örök Atyának szent igéje, íme hallgat, most nem szólhat Betlehemben. Kriste eleison, Kriste eleison. Kyrie eleison. Üdvösségünknek útforrása,
emberi lett, s világra jött Betlehemben. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön végesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked. Nagy dicsőséged él, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Irgalmazz nekünk, te elveszed a világ bűnei, hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy kövessük annak példáját, akit ma tisztelünk. Tanuljuk meg szeretni ellenségeinket, hiszen ma Szent István vértanú mennyei születése napját ünnepeljük, aki üldözőiért is tudott imádkozni. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertinusok, cireneiek, alexandriak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességgel és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak helytállni. Miközben hallgatták, haragra gyúltak, és fogukat csikorgatvák ellene. Ő azonban a szent lélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. Felkiáltott. Látom a megnyílt eget, és az ember fiát, ahogy az Isten jobbján áll. Erre ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruháikat. Miközben megkövezték, István így imádkozott. Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Majd tédre esett, és hangosan felkiáltott. Uram, ne rótd fel nekik bűnül. Amint ezt kimondta, halálba szenderült. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Én Uram, én Istenem,
kezedbe ajánlom lelkemet. Oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, hogy megszabadíts engem, erősségem és menedékem te vagy nékem. Nevedért vezess és irányíts engem. Kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, Uram, igazság Istenem. Újjongok és örvendezem irgalmasságod miatt. Mert kicsiny voltam, a tekintetre méltattad. Rogadj ki az ellenség kezéből, és azoktól, akik üldözzenek engem, ragyogjon föl arcod szolgád fölött. Irgalmasságodban szabadíts meg engem. Isten az Úr és reánk árasztja fényét. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Isten. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül.
Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Krisztusban testvéreim, tegnap eltöltötte lelkünket a kiáradó végtelen szeretet és öröm, az édesség érzése. Mi ez a kemény hang az evangélium szavaival karácsony másnapján? Először is szabadjon tisztázni, hogy karácsony az nem kétnapos ünnep. A karácsony az 8 napos ünnep, és az a 8 nap voltak éppen egyetlen nagy nap, amikor a szívünket eltölti karácsonynak az öröme, eltölti a kiáradó végtelen szeretet, a karácsonynak az édes érzése, Jézus Krisztus megszületett. 24 óra kevés, hogy ezt igazán tudjuk ünnepelni. Ehhez 8-szor 24 óra kell, hogy átfogjuk ennek a valóságnak a teljességét, már amennyiben mi erre képesek vagyunk. Karácsony öröme így lesz a mi életünk öröme. A kemény hang, ami ma szól az evangéliumban, az karácsony felelősségére akar bennünket hangolni, ha úgy tetszik figyelmeztetni, vagy rávezetni, hiszen az öröm az nem csak egy önfelett érzés, amit ölbetett kézzel viselünk, vagy éppen ujjongunk kitárt karral, hanem az örömből sok minden más is fakad. Az a Jézus Krisztus, aki megszületett, aki életünknek az örömét adja, várja, hogy mind halálig hűségesek legyünk hozzá, kövessük őt, és kitartóak legyünk a tanúságtételben. És megmondja őszintén, hogy nem lesz elismerésben részünk. A mi életünk az nem egy könnyű út, hanem keresztút. Miatta mindenki gyűlölni fog benneteket. Ma is a legüldözöttebb a kereszténység ebben a világban. Éppen a jó krisztián testvérrel váltottunk erről reggel pár szót, hogy Magyarországon is mennyi vallás ellenes, egyház ellenes ember van, érdemes megnézni egy-egy egyházzal kapcsolatban megjelenő írást, cikket, milyen kommenteket fűznek hozzá az emberek, elképesztő és félelmet keltő. Az a lelki sötétség, az az agybeli sötétség, az a butaság, amivel tömegek rendelkeznek. És azt gondolják, hogy amikor leírják ezeket a semmit mondó szörnyű szövegeket, kommenteket, hogy milyen bölcsen szóltak hozzá. Elkeserítő és végtelenül szomorú. De az Úr Jézus, amit mond, miattam mindenki gyűlölni fog benneteket, ez igaz ma is. De mi ezt a gyűlöletet örömmel vállaljuk, és boldogok vagyunk, ha tanulunk,
tanúságot tehetünk a mi Urunkról, mert egyedül ő ad nekünk reményt és jövőt. Ő a mi egyetlen biztosítékunk arra, hogy nekünk jövőnk lesz. Az egyetlen biztosíték arra, hogy érdemes élni, és érezzük, hogy boldogok vagyunk ő benne. Ha ő velünk, akkor semmi nem hiányzik nekünk. Szent István első vértanú ünnepe tehát nem is annyira ijesztő, és semmivel nem csorbítja karácsonynak az örömét, boldogságát, inkább teljessé teszi, kiszélesíti. Engedjük, hogy Krisztus magához vonzon bennünket, ahogy ezt ő is tette. Tárjuk ki életünk kapuját a világosságnak, amely hív, irányt mutat és segít, hogy a jó útján haladjunk, azon az úton, amelyet Isten szeretett terve jelölt ki az emberiség számára. István diákonus volt. A diákonus annyit jelent, mint szolga. Ő egy igazi szolga volt, aki szívvel, lélekkel szolgált, a Szentlélektől vezettetve cselekedett, beszélt és halt meg. Tanúságot tett Krisztus szeretetéről a legvégső áldozatig menően. Az ő életét teljesen az Isten formálta, az Isten tette hasonlóvá Krisztuséhoz, akinek kínszenvedése mint egy megismétlődött a diakonus vértanúban. Halála pillanatában, térden állva, Jézus kereszten mondott szavait idézi, lelkét az Úr oltalmába ajánlja, megbocsát ellenségeinek. Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt. Mennyire fontos a személyes imádság, mennyire fontos mellette a közösségi imádság, mennyire fontos Isten igéjének hallgatása, Isten igéjének olvasása, az arról való elmélkedés, amely megnyitja a szívünket, hogy meghalljuk az Istent, aki szól hozzánk, akinek fénye megvilágít, hogy megértsük a jelent. Igen, ha napjainkat érteni akarjuk, akkor a Szentírást kell olvasnunk. Nincs olyan eseménye a világnak, nincs olyan helyzete az életünknek, amire választ ne találnánk a Szentírásba, csak olvasni és ismerni kell. István beszéde a főtanács előtt Jézus szavai körül bontakozik ki. Bontsátok le a templomot, és harmadnapra fölépítem azt. De Szent János evangélista, amikor lejegyzi Jézusnak a szavait, hozzátesz egy csodálatos mondatot. Saját testének templomára gondolt. Igen, Istvánnak a beszéde is erre vonatkozik, az új templomra, az új kultuszra. Végig viszi az egész bibliai történetet, a Szentírásban megjelölt útvonalat, amely elvezet Isten jelenlétének végleges helyéhez, ami nem más, mint maga Jézus Krisztus.
különös tekintettel az ő kínszenvedésére, kereszthalálára, dicsőséges föltámadására. Ebben az összefüggésben tekinti magát István Jézus tanítványának, és követi őt egészen a vértanúságig. István nem tagadja a templom jelentőségét, de hangsúlyozza, hogy Isten nem lakik emberi munkával emelt épületben. Az új templom, amelyben Isten lakik, nem más, mint saját fia, aki emberi testet öltött. A föltámadt Krisztus, aki egybe gyűjti a népeket, egyesíti őket teste és vére szentségében. És ez a nagyszerű beszéd hirtelen megszakad az ő megkövezésével. Azonban éppen a vértanúsága jelenti életének és üzenetének beteljesedését. Egyé válik Krisztussal. Drága testvéreim, ez a tanúságtétel egyrészt arra tanít, hogy imánkat mindig tápláljuk Isten szava meghallgatásával, másrészt imáinkban mi is úgy tekintsünk Jézusra, mint mindennapi életünk Urára. Így ő benne a Szentlélek vezetésével, mi is bizalommal fordulhatunk Istenhez, az Atyához, aki végtelenül szeret bennünket. Hozzátartozik ez a nap nagyon is a karácsonyhoz, mert megvilágosít bennünket, és a szívünket hallatlan békével tölti el. Szívvel, lélekkel kövesd őt, a kövek ma is hullanak. Ne félj, mert nyitva van az ég, ahol rád is számítanak. Jézus ül az Atya jobbján, a világot legyőzte már, győzelmét megossza veled, csak az életedet add át. Mennyivel más úgy küzdeni, magam előtt látom a célt, kegyelmet is bőséggel ad, minden nap bizalommal kérd. Arcod akár az angyalé, ha él benned a szeretet, a legmeggyőzőbb tanúság, soha ne zárd be szívedet. Példaképed ebben István, a ma ünnepelt vértanú, megbocsát üldözőinek, Jézusban jó akaratú. Karácsony áldott békéje, csak akkor lehet a tied, ha érzed felelősségét, jó akaratú a szíved. Ha Jézus Krisztust követed, a kövek ma is hullanak. Tudd meg, az ég is nyitva van. Légy hát karácsony tanúja. Amen. Testvéreim, Krisztus első vértanújának hitével imádkozzunk mennyei atyánkhoz. Adorunk, hogy egyházat hivatott tanítói Szent István meggyőződésével és a Szentlélek erejével hirdessék hitünk igazságát. Téged hallgass meg minket! Adjurunk békét a népeknek Szent vértanút közbenjárására, aki még haldokolva is a te megbékélésed hirdette. Kérünk téged, hallgass meg minket! Addurunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jó akarattal imádkozzunk értük. Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy halálunk óráján mi is bizalommal imádkozhassuk
Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Kérünk téged, hallgass meg minket. És végül engedd, Urunk, hogy kedves halottaink megnyíljék az ég, és egykor velünk együtt mi is láthassuk jobbodon a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, add, hogy Szent István első vértanút hitével tanúskodjunk igazságodról, és az ő szeretetével munkálkodjunk mi is embertársaink javán, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek. Urunk Istenünk, fogadj szívesen áldozati adományainkat, amelyeket odaadó szeretettel szentelünk a mai napon neked, és Szent István vértanú dicsőséges emlékünnepén fölajánlunk Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! És a lelkedet. Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Az ige megtestesülésének titka által dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy! Dicsőséged betölti a mennyet és a föld.
Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme megváltásunk szent titka. Halálodat hirdetjük, és Isten valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért, fiat, halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne,
a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten Bárányom, te íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Őrizzen meg engem az örök életre.
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Leszállt az ég dicső királya, közénk az üdvnek hajnalán. Jászolban fekszik gyolcs ruhában, ki menjet s földet alkotán. Üdvözlőve szent hajtáton, mely földre hoztad a neked. Ím elmúlik a bűnnek éjjel, mert te az üdvöt hirdetted. Könyörögjünk, Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk Szent Fiat születésekor az üdvösséget, Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztetsz minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. További áldott szép ünneplést kívánok mindannyiotoknak. Ma már megindultok látogatni egymást, rokonokat, ismerősöket, barátokat. Vigyétek hírül a jó hírt, Krisztus született nekünk, van remény. Az Úr legyen veletek. És a veletekben. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen.